Sziasztok, én Robert vagyok, és itt is vagyunk a harmadik csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig egy kidurranthatatlan lufit próbálunk meg kidurrantani. Én őszintén szólva bízok abban, hogy ez nem fog összejönni, és hogy nem vertek át minket, és hogy ez tényleg annyira strapabíró, mint amennyire írják. Itt azt írja nekünk, hogy brutálisan durván ellenálló meg minden, és 7 éven felülieknek van, szóval bőven benne vagyunk abban. Sőt, még ajánlja nekünk, hogy próbáljuk ki úgy is, hogy vízzel töltsük meg. Hát ez most nem fog megtörténni, de hogyha egyébként tetszik nektek ez a videó, meg szeretnétek azt, hogy egy következő videóban ezt megpróbáljuk, akkor mindenféleképpen már most csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot. Bízzunk abban, hogy nem fogjuk most annyira bedarálni, hogy ez ne jöjjön össze. Na de ki is bontom, és nézzük is, hogy mi van benne. Aha, van nekünk egy ilyen tutoriálunk, hogy hogyan kell felfújni. Szóval már azzal is problémáink lesznek? Nézzük tovább. Minek olvassuk el a tutoriált? Így első fogásra eléggé strapabírónak tűnik így fólián keresztül. Aha, hát rendes olyan, minthogyha szinte valami zselét fognánk. Brutálisan vastag a fala ennek a lufinak. És ennek segítségével kell majd felfújnunk. Elvileg 120 centi is lehet akár az átmérője ennek. Hát mire azt én tüdővel fel fogom fújni, az el fog tartani egy darabig. Hú, hát bennem most ennyi levegő volt összesen, és már nincs türelmem, meg kapacitásom tovább fújni. Szóval most bízzunk abban, hogyha ezt kiszedem, és utána benyomom egyből, akkor nem fog nekünk fullba leereszteni. Na várjatok csak. Aha, hát ki van ezt találva rendesen, és itt is van már a lufink. És mennyire kellemetlen lett volna, hogyha az első ilyen ledobásra egyből már kidurran, Mr. Kidurranthatatlan Luffy. El is érkeztünk ahhoz a részhez, amelyet én legeslegjobban vártam, méghozzá a teszteléshez. Ahhoz képest amúgy nem lett annyira nagyon kicsi a lufink. Az egyensúlyával vannak problémák, ez pattogás közben is látszódik. Ugyanis nézzétek meg, nem bírom egyenesen megtartani. És már a tenyér nyomaim is ott vannak rajta. Na de most, hogyha... És nézd meg, még ott sem maradt meg. Szóval most, hogyha így ráteszem a lábamat, ennek nem kéne kidurrannia, mint egy normális lufinak. Szóval léci, ne durranj ki. Hát ez eddig eléggé bíztató. Na de pattogtassuk még egy kicsit. Hát nem tudom pattogtatni, mert úgy pattog. Sőt, aha, hogy mivel brutálisan vastag a fala, ezért rettentően nehéz, és még lufizni sem bírsz vele, ugyanis annyira össze-vissza megy, hogyha még jobban felfújtam volna, ez akkor se lett volna jobb. De csináljunk egy olyat, mint ami a képen van, hogy babzsáknak használjuk, és én így telibe ráfekszek. Aha, léci, ne durranj ki, ugyanis az fájna. És tényleg nem durran ki? Hát mi stabilan elbír ez engem? Hát így kell csinálni. Minek vegyél drágán egy babzsákot, amikor vehetsz egy kidurranthatatlan lufit is? Bár azért konkrétan érzem, hogy a füvön ülök félig, és nem a legkényelmesebb ez. Na de hogyha így nagyon mocorgok rajta, mondjuk így, akkor se durran ki? Hát akkor se durran ki. Nem vertek át engem? Bár azért még próbálkozzunk jó pár dologgal. Én Robert vagyok, és ez itt a Jackass. És most se durran ki, pedig már full flasheltem, hogy ennyi lesz ez a videónk, de nem. Hát konkrétan... rettentő strapabíró. Na de, ha telibe egy ilyen pörgőrugást rányomok, akkor se. Miből van ez? Még így se. Mi van, mobil fox memberök? Rendes, úgy érzem magamat amúgy most, mint hogyha egy kutya lennék.
És ez lenne az új játékom. Na most el fogom bikázni, hát azt is túl kéne élnie. Hát azért jó messzire elrepül, de vissza is hozom. Semmi baj lenne konkrétan. De miközben így repült, azért lehetett látni, hogy rendesen megdeformálódott. Na próbáljuk ezt meg még egyszer, hogy is rettentően éltem. Szoboszlai. Hát itt bármilyen magas es... Hát ez nem sokon múlt, hogy felmenjen a szomszéd háztetejére. De nem ment fel csupán a bokrokra. Megvan, tudom, hogy mit kéne csinálni. Hogyha ezt kibírja, akkor mindent. Ha a testvérek összefognak. Azért ütögettem olyan bénán, ugyanis nem így volt fogva nekünk, és így nem tudtam rendesen rájutni, csak bele ne üssek a falba, Léci. És ezt is kibírja. Pedig azért nem kicsiket ütök bele. Azért kapta a fal is itt rendesen. De hogyha lenne rajtunk egy boxer, már tudti, hogy bedaráltuk volna. De a boxer nincs is nálunk. Van ám bowlingolyónk, szóval nézzük is meg, hogy mi fog történni, hogyha rádobunk egy 7 kilós bowlingolyót. Még először nem olyan messziről, hát simán tompítja az érkezést. És egyáltalán nem lesz semmi baja. Aha. Jól van, most már azért magabiztosabban fogom ezt csinálni. Én is elsőre azt hittem, hogy ez veszélyesebb. Bár hogyha lepattan róla, akkor lehet veszélyes, de egyáltalán nem pattan le. Ugyanis annyira strapabíró lufik van nekünk. Na innen ledobom, hogyha még ezt is túléli, akkor tényleg mindent, és ezt is túléli. Na egy utolsó próbálkozás. Még hogy nem volt értelme megvenni ezt a bowlingolyót, mi? Sőt! Rá kéne dobnom izomból, á! Az a legeslegveszélyesebb. Na de várjatok! Hogy? Hogy nem darálódik be? Még azért a leges, legrosszabb esetben, hogyha tényleg nem fog ez kidurranni, hoztam egy kést is, méghozzá egy kenyérvágót. Nem szerettem volna ezt alkalmazni, de hát muszáj lesz, ugyanis nem tudjuk egyszerűen kidurrantani ezt a lufinkat. Most tényleg csak egy nagyon, de nagyon finomat fog beleszúrni, ugyanis jó lenne, hogyha a következő videót még megérné a lufink. Na? Na jó, hagyjatok békén! Hát hogy nem durransz ki, hogyha egy sima lufit szurkodnék így, már 20-szor kidurrant volna, de ez nem tud kidurranni, és nem tudjuk egyszerűen bedarálni. Pedig tényleg vártam arra, hogy bízzátok csak ide. Nem létezik olyan, hogy kidurranthatatlan lufi, de hát ahogy látjátok, létezik. És bármit próbáltunk vele, nem jött össze. A komment szekcióba jöhetnek tippek, hogy mégis mit próbáljunk még ki ezen a lufin. Hogyha pedig tetszett nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot. Én köszönöm a figyelmet, a csengőt mindenféleképpen nyomjátok be. Én Elek Róbert vagyok, majd hamarosan találkozunk. Addig is, szevasztok!